De most maradjunk a 2021-nél, mert ez a jövőkép most Kerepes lakosságát valószínűleg jobban érdekli. Mire számíthat 2021-ben? Hát pályázatokról beszéltünk, gondolom. Azért a pályázatos céggel végig gondolták már azt, hogy hol, milyen területeken érdemes indulni. Ketté választanám ezt a dolgot. Vannak olyan folyamatban lévő projektek, amiket rövidesen lát majd a lakosság. Az egyik, és ez, talán ez lesz a leggyorsabb, hogy én nem tudom, mikor volt utoljára kitakarítva a Szilesligeten keresztül futó vízelvezető árok, ami a rettenetes csapadékmennyiséget levezeti Szilesligetről be a Szilaspatakba. Nagyon régen, mert ez most egy két hét múlva elkezdődik, vagy két héten belül, egy vízügyes közösséggel. Nagyon fontos, egy meglévő szerződési lehetőséget használok ki. Ez most került elém, és ez nem kerül semmibe a városnak. Tehát majd látnak ott gépeket takarítani, kiszedik a árokból a földet. Ezt majd a kerékpár crosspályához fogják feltornyozni, és ebből majd a crosspályát fogjuk fejleszteni. Tehát ha látnak gépeket, akkor ne lepődjenek meg, de időben tájékoztatni fogom a lakosságot. Ez most rövidesen alakul. A másik, ami szerintem szintén egy óriási dolog a város életében, hogy elindul a iskolának a átépítése. Ezt nagyjából 5 évvel ezelőtt kezdte el kormányzati szinten a lobby tevékenységet Vécsei László képviselő úr, és ez mostanra éred be. Nagyjából egy évvel ezelőtt érett be annyira, hogy már ebben a ciklusban egyeztettük le, hogy most februártól, ez valószínű februártól, vagy hát talán márciustól elkezdődik, és akkor átépítik az iskolát, teljesen más arculatot kap, némileg kibővül. Ez szerintem egy jó hír. Évindulásra a pályázatos csapatra, a pályázatos elképzelésekre visszatérve. Ezért említettem az integrált település fejlesztési stratégiát, hogy ne találomra, milyen random jelleggel próbáljunk pályázni, hogy most éppen ez jött be, most éppen az jött be. Most látom a korábbi időszaknak a levelezését. Volt pályázatfigyelő cég. És ugye ezt nekem is küldték a ilyen-olyan gondolatukat. Tehát most egyszer ilyen, egyszer olyan. Ez lehet, hogyha ha megvalósul, akkor nagyon jól néz ki, csak éppen semmi stratégia nincsen mögötte. Tehát a pályázatos csapattal úgy képzeljük el a város stratégiáját, hogy van az ITS szerinti fejlesztés, amit egymásra építünk, és így fogunk pályázni, és vannak azok a belső fejlesztések, amik egyik pillanatra másikra hirtelen alakulnak, például, hogy legyen egy kommunális járműbeszerzés, vagy egy sportfejlesztés, vagy turisztikai fejlesztés, ezeket nem tervezzük. Első prioritás az infrastruktúrális fejlesztés, tehát az utak, a vízhálózat, csatornahálózat, felszíni vízelvezetés, és nagyon fontos, hogy gondolkodnunk kell a önkormányzat elköltöztetésében, tehát, hogy máshol legyen az önkormányzat, mert az iskolát szerintem egy 4 év múlva ki fogja nőni a város, tehát nem tudja fogadni az itteni gyerekeket, olyan ütembe települnek be az emberek, olyan ütembe épül Kerepes, és ahhoz, hogy az iskolának át tudjuk adni az önkormányzatot, az önkormányzat területét, természetesen át kell költözünk egy másik helyre. Tehát így tervezzük a jövőképet, de ebben benne vannak azok a mostani divatos, vagy modern lehetőségek, amit a okosváros vonalon én úgy tudom, hogy jól eséllyel akár megvalósíthatunk. Uh-huh. Tehát erre most jelentős pénzt biztosít a információink szerint a Európai Unió, tehát napelem, elektromos gépjárművek, a intézményeknek a napelemmel való ellátása, tehát sok-sok olyan műszaki fejlesztés, amitől a város modernebb lehet. Hát ezen az okos város pályázaton az a város indul el, amelyik okos város.
Igen, és ennek meg is alapoztuk szerintem azt, hogy tavaly egy díjat is nyert Kerepesváros, amit a köztársasági elnök elindított a energiahatékonyság tekintetében, és hát elindultunk egy vonalon, tárgyalások, kapcsolatok épülnek, én remélem, hogy sikerül. Azt hiszem, hogy rövidesen folytatjuk, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.